Következőkben a 11. évfolyam köszön el a végzősöktől. A műsorban Bán Néna, Bauer Boglárka, Lakatos Lukács, 11. N, Lázár Luca, Babodi Máté, 11. A, Balogh Bálint, 11. B és Bánfai Balázs, 10. N osztályos tanulók szerepelnek. Barátom, tudod, ma úgy tűnik, minden pillanat némán átzon a homokóra parányi résén, s kezünk közt csak a múlt marad. Nem akarom, hogy emlék legyek csupán. Nem akarok szomorú falavér lenni a múlt őszi teraszán. Mondd, hogy legyek bátor, tavaszi rügy, melyből gyümölcsöt érlel a nap augusztus derekán. Ez a perc, most itt, a holnap. A résnyire tárt kapun szűrődik át, eleven, hívogató lendülete. Életed, hogy létezel, e kedves sárgolyón, fontos és számít, hogy merre indulsz vele. Az élet értelme, azt hiszem, az élet maga, mert nélküled szegényebb lenne a világ. Amit te adsz, csak te adhatod, nem pótolhat téged senki más. Add hát magad, adj szívből és igazán, mert a földnek szüksége van rád. Hogyan múlnak az évek, gyere közel, akarom, hogy érezd, érezd a két kezem, hogy nem engedlek el, érezd a búcsúmat, ma ez az ellenszer, csak ez az ellenszer, amért még itt vagyok, olyan gyorsan eltelnek a hónapok, szemedbe nézve látom minden titkodat, gyere közel, akarom, hogy itt maradj. Fájdalmas éjszakák után felébredsz, félek, hogy nem érezhetem az illatot, soha nem kapom vissza a csillagom, enyém a perc, enyém most ez a pillanat, minden emlékünk örökre itt marad, leszek a válasz, ha nem tudod, merre mész, közös utunkon egyszer majd célba élsz. Tanulj meg a szél szállni. Nem akarok többet várni, néha csak megpihennék a karodban, veled messzire szöknék a napokban, nem érdekel, hogy a holnap vagy ránk talál, közös utunkon többé már nincs határ, enyém a mindened, én a tiéd vagyok, olyan szépen ragyognak a csillagok, ha egy álmatlan éjszakán felébredsz, ott leszek melletted, engem csak te értesz. Tanulj meg a széllel szállni, nem akarok többet várni, enyém a perc, enyém most ez a pillanat, minden emlékünk örökre itt marad, leszek a válasz, ha nem tudod, merre mész, közös utunkon egyszer majd célba élsz. Tanulj meg a széllel szállni, nem akarok többet várni.
bátorság, indulj, meg ne torpanj. Ne kérdezd, hogy a célod hol van. Kösd könnyű kendőt, kösd sarut. Ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezet, tám mindegy is hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell, kevés elég. A tűz, a föld, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is égre lát. Nem baj, ha körbe-körbe jársz, aki vár, úgy is rátalálsz. Úgy is rátalál, aki vár, az út kinyit, a pont bezár. A labirintus közepe csalogat, csábít befele. Puha, fészek meleg, sötét. Kik itt talál meg, az a tét. Indulj, a többit rád hagyom. A táska leng a válladom. Az ellensúlyról énekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön, el ne szállj. Vedd, vidd, vidulj. Menj, meg ne állj. Ha messze jut, ha visszafut, mindig magadhoz visz az út. A bánatom velem, a solygok én is útra keresztettem megint. Ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát-e bennék fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt. Ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menet. A toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve, kérlek hidd nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetnél, túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem, és igen, hosszú lesz ez az út, sokat hibáztam és hazudtam, de féltem, hogyha megismersz titokban, költöztetjük a szívünk vidékre. Tisztelt polgármester úr, gazdasági vezetőasszony, tisztelt vendégeink, kedves végzős diákjaink! Kerül-e végzőseink tarisznyájába a pogácsa, a jelképes pénzérme és a fűszerek mellé tisztesség, őszinteség, műveltség, tájékozottság, jó ízlés? Vadácsi kérdésünkre a választ csak az idő fogja megadni. Ezeket az örök emberi tulajdonságokat és képességeket nehéz mérni, és nem kérdezik az érettségi vizsgákon. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne csupán a tananyagot adjuk át nektek, hanem értékes, sokoldalú embereket neveljünk belőletek. A jó történelem tanár nem csupán az évszámokat és a neveket tanította meg nektek, hanem értékelésre
és véleményalkotásra is késztetett. Azért tette, hogy tudjatok eligazodni a világban, gondolkodó állampolgárok legyetek. Szerveztünk nektek a határtanuló program keretében Erdélyi utat, hogy ne csak elmélkedjetek a hazafiasságról és az összetartozásról, hanem meg is éljétek ezeket a mély érzelmeket. A lelkes szervező kollégáknak köszönhetően sokszor voltatok színházlátogatáson, hogy művészi értékeket közvetítsünk nektek. A hétköznapok korholásában, a pontosság betartatásában, a nem hivalkodó öltözködés előírásában is az a szándék vezetett bennünket, hogy értékekben gazdag, tisztességes embereket indítsunk el a felnőtt lét felé. Lelkismeretünk szerint mindent megtettünk a fő tanítási cél érdekében is, veletek együttműködve sokat dolgoztunk azért, hogy felkészüljetek a kétszintű érettségik megmérettetéseire. Tudom, hogy izgalommal várjátok az új típusú irodalmi tesztfeladatot, sokan aggodalmaskodnak a matematika írásbeli miatt, és újabban sok tanuló számára mumusnak számítanak a történelem tantárgy minden korszakra kiterjedő feladatai. Bízzatok magatokban! Aki mindent megtett az eljövendő céljai érdekében, az sikeresen fog a következő hetekben teljesíteni. Bizonyítottatok már a sok-sok megszerzett nyelvvizsgával és a sikeresen teljesített, előrehozott érettségikkel. Aki kevésbé felkészült, annak is figyelmébe ajánlom Zrínyi Miklós örökbecsű gondolatait. Jó szerencse, semmi más. Most minden gondolatotok a vizsgák körül forog, de június végén minden meg fog változni. A nagy izgalmak után jön a megérdemelt kiengedés, majd némiképp mindenkin urrá lesz a furcsa üresség érzése. Már nem fogtok hozzánk tartozni, meg fog szűnni jól ismert közösségetek. Az esőt felszárítani úgysem tudod. A szelet megfordítani úgysem tudod. Ujjaid közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Nagyon bízom benne, hogy az itt eltöltött évek élethossziglan össze fognak benneteket kötni. Nem csupán azért, mert egyszerűen nem lesz többé jól szervezett csapat az életetekben, hanem azért is, mert magatok alapoztátok meg a hosszú távú együttműködés és barátság kötelékeit. Mindenki emlékezzen a Diáknap forgatagára, a magas hőfokon végzett közös kampánymunkára. Mindenki emlékezzen közös szerb táncotokra, amelyben győztesek és vesztesek együtt adták át magukat az önfelett szórakozásnak. Tanúbizonyságát adtátok annak, hogyan lehet tisztelni és elismerni egymást a kampányban. A gimnáziumi életetek filmjét visszapergetve gondoljatok az együtt átélt minőségi időre, a különleges kirándulásokra, a tanórai huncutságokra, a szalagtűző mámorosan sikeres táncaira. Az álmot megálmodni úgysem tudod. Az érzést elhallgattatni úgysem tudod. Ujjaid közt a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Hiszek benne, hogy adott az iskola, adtak a tanárok és adtak a társak annyi közösen megélt történetet, amiért érdemes jönni hozzánk találkozókra. Hiszek benne, hogy nyújtottunk nektek olyan szellemi útravalót, amivel érvényesülni tudtok a világban. Akkor is, ha tovább tanultok, és akkor is, ha szeptembertől szakmát tanultok a gyorsabb munkavállalás érdekében. Ma még nem tudhatom, melyik végzősünk lelkében lesz olyan óriási ragaszkodás irántunk, amit akkor tapasztaltam, amikor találkoztam minden időkre leghíresebb öreg diákunkkal, Buzánszky Jenő olimpiai bajnokkal. Elképesztő volt megélni azt a magas fokú tiszteletet és hálát, amely érzések hangján mesélt nekem nemrégiben egykori Dombóvári gimnáziumának meghatározó jelentőségéről városunk idei díszpolgára, Havasi Dezső úr. Ha úgy érzitek, adtunk nektek valami jót, valami megfoghatatlanul és megmagyarázhatatlanul értékeset, akkor tudassátok ezt egykori tanáraitokkal és kiemelten kedves osztályfőnökeitekkel. A ti elismerésetek és ragaszkodásotok a mindenséget jelenti minden pedagógusnak.
többet és magasztosabbat minden anyagi elismerésnél, kitüntetésnél. Köszönjétek meg kedves szüleiteknek is a törődést, a bátorítást, a vigasztalást. Mindent megteremtettek annak érdekében, hogy nektek csak tanulni kelljen. Maradjatok velük szoros kapcsolatban, még akkor is, ha a szó fizikai értelmében akár sok-sok száz kilométerre költöztök el tőlük. Még több szükségetek lesz az anyagi támogatásra, hiszen az egyetemi tanulás költségei nem említhetők egy napon a jelenlegi tanulmányaitokkal. A vizsgák erdejében, az új problémák labirintusában is szükség lesz szüleitek iránymutatására, vigasztalására. Az iskola hagyományaihoz méltóan személyesen is szeretnék elköszönni az évfolyam legkiválóbb tanulóitól. Sipos Zsófia, Szabó Kendra és Tóth Lenke méltán érdemelte ki kiváló tanulmányi eredményért, közösségi munkájáért, versenyeredményéért az I.S. Gyula díjat. Szívből köszönjük Csuti Jázmin és Nagy Fanni fantasztikus szorgalmát, tanulmányi sikereit. Ők lettek az idén a Bárány Vera Alapítvány legjobb leány tanulónak járó elismerés díjazottjai. Tisztelettel köszönöm a 11. évfolyam osztályfőnökeinek, minden tanulójának, a műsor valamennyi közreműködőjének az áldozatos munkáját. Soha nem volt még ilyen virágínséges május eleje, de a példás előkészületeknek hála sikerült csodálatos díszbe öltöztetni iskolánkat. Kedves végzős évfolyamunk, bő másfél hónap múlva véglegesen búcsút veszünk egymástól. Tegyetek meg mindent azért, hogy az elköszönésig a lehető legtöbbet nyújtsátok önmagatokból és a tudásotokból. Akárhol, akármilyen szakmában vagy hivatásban találjátok meg boldogulásotokat, soha ne feledjétek el, hogy ez az intézmény, az itt dolgozó egykori tanáraitok szeretettel várnak benneteket vissza. Nem lesz minden dombovári gimnazistából olimpiai bajnok vagy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, de legyen mindenkiből hivatását szerető, a magánéletében harmóniát teremtő, a családjára büszke öreg diák. Mindenkit egyformán szeretünk és visszavárunk. Búcsúzunk a 12. A-osztály legnagyobb királyától és udvartartásától. Búcsúzunk a 12. B-osztály Mr. Presidentjétől és lelkes testőreitől. És soha nem fogjuk elfelejteni, hogy a 12. N-osztálynak hála 2024-ben a Dombovári Gimnáziumban győzött a paraszt felkelés. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék majd egy fázós alkonyon. Színház az egész világ. Most az a szerep vár ránk, amikor 4 év tanulmány után érettségi vizsgát kell tennünk. Érettségi? Mihez vagyunk mi érettek? A tantárgyi ismeretekhez? Az élethez? Lehet, egy-egy jó jegy azt mutatja, sokat tudunk a világról, de valójában most szorongunk, vajon mi vár ránk, amikor magunknak kell biztosítani azokat a hétköznapi apróságokat, amelyeket eddig szüleink és tanáraink elvégeztek helyettünk. Amikor ide kerültünk, szinte nem is éreztük a változást, mert a szobánkba zárkózva számítógépen keresztül tartottuk egymással a kapcsolatot. Májusban végre kiszabadultunk, és a pécsi kirándulás kilendített minket az eddig érzett egyedüllétből. Hogy mit is jelent az osztályközösség, csak a 10. évfolyamba kezdett számunkra jelenteni valamit. Néhányan már az előrehozott érettségi vizsgákra készültek, néhányan azonban még azt sem értették, miért a gimnáziumot választották. Lassanként új baráti kapcsolatok születtek, néha a kapcsolatok ezeken túlléptek, és a tini szerelem hevében nem igazán figyeltünk a többiekre. Egyre több esemény lépett az életünkbe. Az iskolai ünnepségekre való készülődések, az osztálykirándulások, a vizsgák, és egyszer csak azt vettük észre, hogy eltelt az idő. Most itt állunk, és szüleink szemében a büszkeség jelenik meg, de mi nem értjük, miért van ekkora kuszaság a lelkünkben. A hátsósori fiúk nélkül csend lesz körülöttünk. Vége a hétvégi lazulós pincebuliknak. Nem lesz több balatoni, velencei, székesfehérvári, budapesti osztálykirándulás.
hogy ide-oda rohangálunk, mert nem tudjuk eldönteni, melyik tantárgyat is tanuljuk nagyobb óraszámban, hiszen fogalmunk sincs, mik akarunk lenni. Hirtelen minden letisztult. Szinte felnőttek lettünk, és saját magunkért kell felelősséget vállalnunk. Ilyetten kapaszkodnánk egymásba, de már nem tehetjük. A továbbtanulással szétszéled a színpadon eddig együtt fellépő közösség. Semmi sem helyettesítheti azt a személyes kontaktust, amikor belépünk az osztályba, halljuk az osztálytársak nevetését, odafutunk egymáshoz a házi feladatért, a sminkészletért, vagy éppen egy harapás szendvicsért. Köszönjük mindazoknak, akik megadták nekünk azt a lehetőséget, hogy ez most hiányozzék nekünk. Mert mi mindezt megéltük, és lelkileg többek lettünk. És legutolsó sorban szeretném megköszönni osztályfőnökünknek, dr. Szóka Bernadett tanárnőnek, hogy ezt a lehetőséget tényleg megadta nekünk. Kedves diáktársaim és tanáraim, kedves rokonok és barátok! Ahogyan az ismerős arcok is már megénekelte, annyi mindent kéne még elmondanom, és ha nem teszem, talán nem is lesz rá alkalom. De megnyugtatok mindenkit, én nem fogok most énekelni, és mindent elmondani sem, hiszen a mostani időszakkal egy nagy korszak végéhez értünk el a mi életünkben, és ilyen közelről nézve nehéz lenne bármit is erről a korszakról mondani, mert azt az idő úgy is megszépíti helyettünk. Ahogyan az Charlie Chaplin is mondta, közelről vizsgálva az élet egy tragédia, hosszú távon nézve viszont csak egy nagy komédia. Tisztán emlékszem arra az augusztusi napra, amikor a gólyanapon először találkoztam az új osztályommal. Voltak már régebbről ismerős arcok, de voltak teljesen újak is. A 4 év alatt megismertük egymást. Tudjuk a másik jó és rossz tulajdonságait. Tudjuk, hogy ki miben a legtehetségesebb. Bátran merem állítani, hogy a mi osztályunk egy nagyon sokszínű közösségén nőtte ki magát az évek során. Vannak itt igazi történészek, irodalmárok, matek zsenik, van, aki a biológiában a legjobb, de még olyan is akad, aki a periódusos rendszert jobban ismeri, mint a saját tenyerét. Ezek mellett persze az osztály egyes tagjai a futball, röplabda és a kosárpályákon is remekelnek. A 4 év alatt volt, hogy a felhők felett lebegtünk, és volt, hogy megjártuk a poklot is. Láttuk egymást nevetni és sírni is. De bármi is történt, akár nyertünk, vagy akár vesztettünk, drága osztályfőnökünk mindig ott volt velünk, és támogatott bennünket. Biztos vagyok benne, hogy nélküle ez a 4 év nem lett volna ugyanilyen. Összességében egy nagyon különleges, egyedi, sőt megismételhetetlen osztály vagyunk. Mert mi Mikulás napján a Grinchet hoztuk el a gimibe. Mert nálunk egy hógolyócsata nem ért véget az udvarom. Mert mi a klubbal is diszkót tudtunk varázsolni, és nálunk tényleg repült az idő, volt, hogy egyenesen ki az ablakon. Osztálytermünket, amit már sok évvel ezelőtt is nehéz lett volna modernnek, vagy akár újszerűnek nevezni, sikerült mégis barátságossá tenni, akár új díszekkel, vagy éppen egy új szekrényüveggel. Én úgy gondolom, minden tekintetben sikerült maradandót alkotnunk. De ennek most vége lesz. És nem csak ennek, hanem egy olyan részének az életünknek, ami már lehet, hogy születésünk perce óta tart. Mert most kezdi el majd mindenki igazából bontogatni a szárnyait, és szép lassan, sőt már egyre gyorsabban most fogunk kirepülni a családi fészekből. Zárásként pár szót szólnék azokhoz, akikről kevés szó esik, mégis rengeteget tettek, és tesznek is értünk minden nap. Kedves anyák és apák, ti vagytok azok, akikre nekünk mindig is szükségünk volt, van és lesz is. Akkor is, ha ezt nem mondjuk elégszer. Valamit nem szabad elfelejteni, az sem, hogy nem csak mi, de ti is egy nehéz időszakon mentek most keresztül. És ennek a korszaknak a vége nektek épp olyan nehéz, mint nekünk. Sőt, hiszen, és akkor én ezzel a gondolattal búcsúznék, azt szokták mondani, hogy a szülőségben a legszebb nézni azt, ahogy a gyerekek felnőnek, a legnehezebb pedig az nézni, ahogy a gyerekek felnőnek. Köszönöm szépen! Kedves vendégek, tanáraink, diáktársaink, és persze kedves osztályom és Rita néni. Hozzátok szólok most főként, de elég nehéz most itt állnom, miközben tudom, hogy osztályunk sorai között lassan elindul a sírás. Nagyon gyorsan eltelt ez a 8 év. 2016-ban, mikor beléptem az ajtón, nem gondoltam volna, hogy 12. végére egy ilyen összeszokott és jóbaráti társaság vesz körül, akikkel minden buli és összejövetel jól végződik.
Ismeretlen arcokból hirtelen barátok lettek. Valahogy azt érzem, kellett nekünk ez a 8 év. Voltak eltávolodások, néha veszekedések, de valahogy a 11-es osztálykirándulás összehozta a csapatot. Igaz, nem lehettem veletek itt minden nap a suliban, hiszen megszületett az osztály immáron legkedveltebb tagja, de valahogy minden egyes program alkalmával a kérdése az volt, ugye jössz? Ott voltak az osztálykirándulások, a sok buli és program, a kampányhét, a szerenád, mind emlékezetesek maradnak. Itt volt a kampány, amit az esélytelenek nyugalmával, de elkezdtünk. Egy hónap munkája benne volt, a 3 napig tartó palacsinta és fánksütés meghozta az eredményét. De itt nekünk nem az volt a lényeg, nyerünk-e vagy sem, hanem az, hogy együtt voltunk. A szerenádra és az utolsó hétre egy új osztály lettünk. Nagyon megszerettem újra ezt a légkört, amit az osztályunk adott. Itt volt a szerenád, mikor minden este együtt voltunk, jártuk az utcákat, a tanáraink házát, és jól éreztük magunkat újra együtt. Párszor, amikor történt valami, amit persze nem mi csináltunk, jött a kérdés rögtön, ugye nem ti voltatok? Márta néni biztosan emlékszik az énekórákra, melyeken olyan jót nevettünk, vagy Viki néni a kérdésre, Viki néni, ugye ma is focizhatunk. Amikor Debóra néninek 5. sárkányos mesét írtunk, az biztos egy örök emlék marad. Gyöngyi néni és Andi néni, köszönjük a felejthetetlen matekórákat, és azt, hogy sosem akadtak ki azon, ha valaki évente csoportot váltott. A sok-sok angol tanár, Anna néni, Henny néni, Anett néni, köszönjük a sok-sok előrehozott érettségit, így a mostani megpróbáltatás talán egyel könnyebb lesz. Csilla néni, aki 8 évig töretlenül tanított nekünk németet, Nóra néni és Eszter néni, köszönjük, hogy igaz a második nyelvet sokan nem akartuk tanulni, de mindig kedvesen néztek ránk. De a töri órák és a felelések hajós tanár úrral, melyeken vagy unatkoztál, vagy élvezted, is nagyon emlékezetesek maradtak. Erdélyi tanár úr, köszönjük a sok érdekességet földrajzóráról, és a mindig kidolgozott jegyzeteket, melyeket nagyon imádtunk. Gabi néni, köszönjük, hogy mindig ilyen laza volt velünk végig, és nem erőltette ránk azt, amit nem akartunk. Az osztályfőnökök nálunk jöttek-mentek, de Rita néni végül maradt. Szerintem így jártunk a legjobban mindannyian. Rita néni, köszönök mindent az osztály nevében. Igaz, volt 2 év, melyekben nem volt velünk, de amikor előléptették igazgatóhelyettesnek, akkor is az első kérdése volt, de megtarthatom az osztályom? A sok baráti szót, a kampány héten nyújtott segítséget, a családi légkört, amit az osztályban megteremtett, a boldog pillanatokat, a felejthetetlen osztálykirándulásokat. Sok helyre sodor minket az élet. Valakit Pécsre, Pestre, Kaposvárra, de előfordul Sopron és Körmend is. Ez is mutatja, hogy milyen színes az osztályunk. Azt kívánom, éljétek meg a pillanatokat, mint tettük ezt minden osztálykirándulás másnapján. Ha padlón vagytok, ne keseredjetek el, hanem szedjetek fel valakit vagy valamit. A gimnáziumban töltött 8 év sok mindent adott. Egy csodás baráti közösséget, néhányunknak szerelmet és sok-sok felejthetetlen pillanatot. Így lettünk mi a végére, plusz-minusz 30-an a mesés 12-ben.